jelentősen csökkenteni a gáz felhasználását Magyarország a következő 30 évben. A cél az, hogy ne fogyasszunk többet évi 3-4 milliárd köbméternél, szemben a jelenlegi 11,5 milliárddal. Így nagy mértékben csökkenhetne az ország külföldi gázfüggősége. Magyarországon biztonságos a gázellátás. Ezt erősíti, hogy a hazai tárolók töltöttségi szintje folyamatosan növekszik. És az is biztos, hogy sem a közös gázvásárlási kötelezettség, sem pedig a gázársapka bevezetése nem vonatkozik majd Magyarországra. Erről a múlt heti uniós csúcson döntöttek. Szakértők ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a neheze még hátra van, mert Brüsszel eltökélten folytatja szankciós politikáját. Az egyik legnagyobb téttel rendelkező EU csúcs volt a legutóbbi. Ezen Orbán Viktor miniszterelnök kiharcolta, hogy a gázársapka nem vonatkozik a hosszabb távú szerződésekre. Littkei Máté, a Klímapolitikai Intézet igazgatója, az M1-en azt mondta, ennek rendkívül nagy a jelentősége. Ha egy szignifikáns részletét egy szerződésnek módosítani kell, az a szerződés felbontásával járhat együtt. Tehát, hogyha az Oroszországgal megkötött 10 plusz 5 évre érvényes 4,5 milliárd köbmétert lefedő mennyiségű szerződésben árváltozás történik, akkor Oroszország elállhat a szerződéstől. A szakértő szerint bár a gázársapkával Oroszországot tervezték sújtani, de ennek értelme erősen megkérdőjelezhető, hiszen a korábbi 44%-ról 9%-ra esett vissza az Európai Unióba szállított orosz gáz mennyisége. Ez az intézkedés jobban érinti most már az amerikai és a norvég szállításokat. Mindeközben Palkovics László, az Európai Uniós tagországok környezetvédelemért felelős minisztereinek ülését követően arról beszélt, hogy Magyarország a következő mintegy 30 évben azt a célt tűzte ki, hogy az ország ne fogyasszon többet 3-4 milliárd köbméter gáznál évente, szemben a jelenlegi 11,5 milliárd köbméterrel. A technológiai és ipari miniszter hozzátette, a tervek szerint a többségében mintegy 70%-ban gázzal fűtött távfűtési rendszereket teljes mértékben geotermikus energia váltaná fel, de stratégia készült a biomassza tüzelésű energia előállítására is.